Nyolcas feladat. A számított értéket tartalmazó cellákban alkalmazzon kék betűszint. Na tessék, jó. Számított érték. Egyik kontrollnyomva tart. Másik tartomány. Ezek itt mind számított értékek. Ezek is számított értékek. Ő is számított érték. Kontrollt nyomva tartva mindenhol kijelöltem a cellákat, és kék betűszint fogok alkalmazni. Ctrl S. Remélem több számított érték nem volt. Az első sort, valamint az A2, A26, L2 cellákat. Első sort, A2, L2, jó, nézzük a mintát, tehát itt ez össze van vonva ennek a tetejére, cella egyesítés. Aztán a férőhely, ülőhely és a többiek, azok mind a megállóval együtt, mindegy, ott 21-et kijelöltem, valamint a felszállókkal együtt nagyobb betűméretűek, félkövérek. Jó. Mi van még a feladatban? Ugrálok itt össze-vissza, de utálok formázni. Bocsánat. Ja, a betűméret 20 pontos legyen. Ja, pont annyit állítottam be. Tehát A26. Hol az A26? Itt van az A26. Jó, akkor most már mindegy, akkor megfogom ezt. Áthúzom ide jobb egérgombbal, és csak formátum másolása ide. Oké. Okay. Az oszlopok szélességét ágazítsuk, hogy minden adat látszódjon, ezt megcsináltuk, már az N2-es cellában a szöveget két sorba rendezze. Az N2-es cella az volt ez, sortöréssel több sorba. Jó, a kihasználtságot is egy kicsit széjjelebb vesszük, és megnézzük az igazításokat is, mert előfordulhat, hogy nem. Ezek az igazítások teljesen jók, minden lent maradt, alul maradt, oké. No. Akkor mi van még? Ja, ezzel készen vagyunk a formázással. Remélem nincs több formázás. Nincs, már csak az oszlop.